Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel május 4-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purva Bhadra holdházban van. Ez Pegazus csillagképpel áll kapcsolatban, ami jelenti azt, hogy át kell tennünk magunkat a félelmeken. Jelentheti a felszabadulás érzetét is. Amit ez a holdház még jelent, hogy van egy tisztító ereje. Vagy, ha eddig úgy érezted, hogy minden nap ugyanazt kell tenni, ki kell lépni ebből a helyzetből. Ez olyan, mint egy kerék, ami mindig pörög ugyanabba az irányba, és ez a holdház azt jelentheti, hogy változtass valamit a hozzáállásodon, vagy a helyzeteden. Ez akkor olyan számodra, mint egy újjászületés, felszabadulsz ebből a helyzetből, és végre fellélegezhetsz. Ezen a napon, tehát május 4-én van egy szép kapcsolat a Hold és Jupiter bolygó között. Ez kihat az érzelmeinkre, ez lehet az igazság, hogy kiderül az igazság, vagy szerencse, hiszen Jupiter bolygó szerencsét tud hozni számunkra. Ezen a napon a nap megvilágítja mindkét kármikus csomót. A kapcsolat Kétúval, ami a múltat jelenti, bizonytalanságokat vált ki belőlünk. Itt vannak emlékek a múltból, de nem tudjuk, hogy mit kellene lezárni, nem tudjuk, mi miért volt így a múltban. Viszont a nap megvilágítja a másik holdcsomót, Ráhút, ami jelenti a változásokat, a jövőt, és ez egy szép kapcsolat, és tisztán fogjuk látni a dolgokat, hogy mit, hogyan tegyünk a közeljövőben. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Mindkét képen a kelyhek vannak, ami jelenti az érzelmeket. De más a hozzáállása. Az első képen látható, hogy dacos, hogy megsértődött, hogy zárkózott. Mögötte a kelyhek olyan, mint egy kerítés, amikor ő úgy érzi, igen, eddig eljutottam, de hogyan tovább, nem tudom, mi van a kerítés mögött. De a tartása azt jelenti, hogy megsértődött. És ő most úgy gondolja, hogy nem jelentkezik. De neked sem kell jelentkezni nála, hiszen megnyugszik, a második kártyán látható, hogy kezébe veszi a dolgokat, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit, lesz közeledés. Az érzelmei bal oldalon láthatóak. Ott bal oldalon ezen a képen látható, hogy hátat fordít neked. Itt a hármas számról van szó, ez lehet egy harmadik személy, aki beleavatkozott a dolgokba, vagy te úgy gondoltad, hogy neki van valakivel kapcsolata, vagy ő volt féltékeny. Ez a helyzet félreértésekhez vezetett kettőtök között, emiatt most hátat fordít, emiatt most zárkózott, emiatt most dacos és megsértődött. De megnyugszik,
hiszen látható ott a kehely a kezében, hogy kimutatja az érzelmeit, és alul bal oldalon a kezében van a bot, a tűz eleme, hogy valami lelkesíti őt, vagy ő akar téged lelkesíteni. Itt lesznek szenvedélyek és mély érzelmekkel, ő fog majd cselekedni. Jobb oldalon látható, hogy mit fog tenni. Ez a férfi ott alul nagyon kimerült, nem tud felállni, nincs ereje. Nem hiszem, hogy róla van szó, hiszen látható, hogy cselekedni fog. Hanem ez a kép inkább a te helyzetedre utal, hogy te vagy fáradt, te vagy kimerült, úgy érzed, nincs erőd ahhoz, hogy felállj, hogy tovább menjenek a dolgok. És ott jobb oldalon látható a nyugalom, hogy nyugalomra van szükséged, hogy pihent ki magadat. Ott a jobb oldali képen van a háttérben egy szent kép, ez lehet meditáció, hogy képzeld el, hogy hogyan kellene, hogy alakuljanak a dolgok. Kell ez az elképzelés, meg ez a hit, meg ez a bizalom. Ő jönni fog, ő közeledik hozzád, ad számodra életerőt, lelkesíteni akar téged, de kimondja azt is, hogy pihent ki magad, mert jelenleg fáradt és kimerült vagy, kell számodra újra az erő, és ő ezt fogja neked tanácsolni, hogy pihent ki magadat. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Ez az úgynevezett rovás írás, és az E betűről van szó. Ez lehet egy fogalom, egy név, egy helység, hogy mi jut eszedbe az E betűről, ezt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jutott, Éva. Férfi név érdekes módon nem jutott eszembe, de talán neked vannak gondolataid, hogy melyik férfi név lehet E betűvel. Mint város eszembe jutott Érd, és mint fogalom érdekes, vagy az égiek. Középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. Ennek is van egy jelentősége. Ez olyan, mint egy has, ahol itt lesz egy újjászületés. Ez lehet egy kisbaba születése is, vagy szimbolikusan, hogy lesznek újdonságok, új dolgok, egy újjászületés, ugyanúgy, mint ahogy a Purvapadra holtházban szintén ez volt, hogy kilépünk egy bizonyos helyzetből, hogy lesznek változások, és ennek van egy gyógyító ereje, tisztázódnak bizonyos dolgok, és lesz egy újjászületés. Amit számomra még ez a szimbólum jelent, az olyan, mint egy mágnes, hogy megvan köztetek a vonzalom, akkor is, ha ő megsértődött, akkor is, ha ő dacos. Ő nem akar ezekről a dolgokról beszélni, ő ezt le akarja zárni, tehát nem kell vitatkozni, hanem itt megvan az esély arra, hogy legyen közeledés, hogy legyenek érzelmek, hogy legyen testi kapcsolat, hogy megtaláld a nyugalmadat, hiszen ott középen látható, mint egy mágnes, hogy megvan ez a vonzalom kettőtök között. A napi energia jobb oldalon látható, ez a hölgy kinyitja a szekrényt. Ez jelenti a nyitottságot. Legyünk nyitottak valamire. Hogy mire? Azt a poharak mutatják, amik jelentik a víz elemét, tehát érzelmeket.
Ez a kép szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Erre kell, hogy nyitottak legyünk, odafigyelni ezekre a dolgokra, ugyanúgy, mint ahogy a kártya mutatja a meditációt. Nem kell, hogy minden pohárba vizet öntsünk. Elég, ha kiválasztunk a poharakból egyet, tehát egy álmot, egy elképzelést, és akkor erre kellene úgy odafigyelni, e felett meditálni, ebben hinni, erősíteni a hitünket. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Susanna Mediciót megjelenik naponta a Maja Naptár, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az E betű. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!